Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2017. március 31-én, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Önkormányzati ülés Bükön. Fürdőfejlesztés látványos elemekkel és új bejárat is készül. Szabadtéri Kondi Park Csepregen. A csepregi Horváth Gyuláné, Éva néni kapott elismerést a megyei önkormányzattól. Kőszegi megemlékezés zsidó munkaszolgálatosokra. Vasútmodell kiállítás Bükön. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Hétfőn tartotta ülését Bükváros önkormányzata. A képviselők tájékoztatást kaptak a fürdőfejlesztésről, és többek közt döntöttek önkormányzati bérlakások felújításáról. Nagyon sok napirendi pontot tárgyaltunk, és ezek között jelentős, vagy nagy horderejű ügyek is szerepeltek. Az egyik például a Bükki Gyógyfürdő ZRT felújítási, beruházási terve. Ez a bizonyos 1,5 milliárd forint, aminek fele elköltésre került már, és a maradék része, fennálló rész hasznosítására módosító javaslatokat tett a vezérigazgató úr. Ezeket a képviselőtestet elfogadta, úgyhogy például a B-bejárat kerül megnyitásra és kilakításra főbejáratként, aztán a fedett fürdő medence terek kialakításra kerül, egy gyerekvilág is kiépítésre kerül. Ezeket a képviselőtestület támogatta, és ezt tudom képviselni a társaság 2017. március 31-i közgyűlésén. Döntöttünk további fejlesztésekről, beruházásokról. Vásárolunk ingatlant a Nagypál utca 8-as számú telken, a szociális bérlakások területén, ott, amit ugye a köznyelv Derkovics, Kis Derkovicsnak nevez. Ott az utolsó olyan lakást is megveszük, amely nem az önkormányzat tulajdonában van, és így ott kompletbe tulajdonossá válik az önkormányzat. Döntöttünk arról, hogy végre, mivel az OTP levette a jelzálogjogot róla, megveszük a Fürdői Krájparkban a Bükki Gyógyfürdő ZRT-től a teniszpályát, amelyet felszámolunk és hűvös területet alakítunk ki a parkba illesztve, hiszen az használaton kívül van. Döntöttünk arról, hogy az iskola előtti parkrészt kiépítjük, újra fásítjuk, növénnyel betelepítjük, diszvilágítással látjuk el, és ez különösen azért fontos ennek az időzítése, mivel most a tavaszi szünetben a régi családsegítő épülete elbontásra kerül, és ott felszabadul az iskola, illetve a csarnok előtti rész. Tehát ott kiszélesedik az utca, és annak a park építését úgy gondoltuk, hogy már el kell kezdeni, vagy a környékének a kiépítését. Döntöttünk arról is, hogy a térségben valószínűleg kijelölésre kerülő Sopron és térsége környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási non-profit Kft-vel től kérünk többek között ajánlatot arra vonatkozóan, hogy Bükön a szemétszállítást megvalósítsa. Ez a szemétszállítási ágazat országosan egy nagyon komoly átalakulás alatt álló ágazat. A Parkom Nonprofit Kft., amely 100%-ban a Bükki önkormányzat tulajdonában van, veszteségesen tudja csak a szemétszállítást végezni. A lakosok már észrevették, hogy a központilag történik a számlázás, tehát nem a Parkom számláz, hanem egy állami cég. És ezt a veszteséges szállítást úgy fogják államilag megoldani, hogy minden régióban vagy országosan mondjuk 20 olyan közszolgáltató lesz, aki jogosult adott területen közszolgáltatást végezni. Ez várhatóan itt a soproni cég lesz, amelyeket az előbb említettem, itt, illetve Észak-Vas megyében. Úgyhogy nekünk az a célunk, hogy rendezetten, ha már egyszer mindenképpen le kell mondanunk erről, rendezetten adjuk át ezt a feladatot ennek a soproni cégnek, úgyhogy zökkenőmentesen történjen az átállás. Ezzel együtt központi akaratra 2017. április 1-től meg kell, hogy nyíljon a hulladékudvar, ezt is a soproni cég fogja üzemeltetni. A egyéb dolgoknál a fontos még megjegyezni a dietetikus alkalmazása a Dr. Horváth Tibor Szociális Központban, tehát azok az idős dietetikus igénybe kénytelen, tehát a dietetikus szükséglettel rendelkező emberek, akik a táplálkozásukhoz ilyen szakembert kell, hogy igénybe vegyenek, ilyen rendelkezésre fog állni a Dr. Horváth Tibor Szociális Központban is, illetve ezen ülés keretében döntöttünk a
civil szervezetek 2017. évi pályázatainak elbírálásáról, amelynek keretében 26.235.000 forintot osztottunk szét a Bükön működő, Büki székhelyű sport és civil egyesületek részére működésük támogatására. Az Európa úton is társasági adóból tervezünk egy sportcsarnokot. A képviselőtestület abba jutott el, hogy tervezésre a beérkezett árajánlatokat elbírálta, és az engedélyes tervek vagy megvalósítására felkéri a tervezőt, és erre biztosít forrást a költségvetésben. Ha ez nyilván akkor tud megvalósulni, hogyha társasági adóban a kézilabda szövetségek keresztül egy akkora forrást tudunk biztosítani, ezt a több mint 1,2 milliárd forintos beruházást meg tudjuk esetleg valósítani, akkor ha ez realizálódik, akkor ez a tervezési költség lesz elszámolható a TAO pályázat keretében. Döntöttünk még továbbá arról is, hogy a felsőbbüki részen a Valkó kastély, amely teljes egészében szociális bérlakásoknak ad otthont, annak a külső felújítását valósítjuk meg, illetve a Petőfi 1-3-ban az úgynevezett jegyzői lakásban, amelyet most egy másik közalkalmazottunk használ lakásként családjával, ott pedig a fűtéskorszerűsítést valósítjuk meg önkormányzati forrásból. A 2011-ben elfogadott középtávú szociális lakóház, illetve lakások felújítási koncepciója értelmében. Felénél tart a Büki gyógyfürdő 1,5 milliárd forintos beruházás sorozata. A decemberben érkezett új igazgató, Boros László Attila módosított koncepciója alapján folytatódnak a munkák. Medence átalakítás, cápa barlang gyerekeknek és új öltözők készülnek idén. Módosul a bejutás is a fürdőbe. Újra pozícionálják a fürdőt, ez mit is akar jelenteni? Az újra pozícionálás az a piaci újra pozícionálást, a piacon újra elhelyezést jelenti. A fürdő kitör abból az imázsból, abból a képből, amiben talán az elmúlt évtizedekben benne ragadt, hogy ez egy elsősorban időseknek szóló, picit olyan retro fürdő, és itt olyan vagány dolgokat nem is nagyon lehet csinálni. Most ebből a képből szeretnénk kitörni, hiszen a 14 hektáros terület abszolút lehetőséget ad arra, hogy egyszerre több célcsoportot, többféle funkcióval ki tudjunk szolgálni. A fő hangsúly továbbra is a gyógyfürdő és a gyógyászat marad, hiszen Magyarország legerősebb gyógyvize bogyog itt a hátunk mögött, abban fürdőznek éppen itt a vendégeink, és a Büki gyógyfürdő az elsősorban gyógyfürdő is marad, viszont a vendégeinket nem önálló zónákban szeretném magasabb szinten, magasabb színvonalon kiszolgálni, hanem az általános szolgáltatási színvonalat fogjuk megemelni, és ennek infrastruktúrális és szolgáltatási elemei is lesznek. Másrészt pedig a családi vonalat, a kisgyermekes családokat, a fiatalokat, fiatal felnőtteket, kvázi a vagányabb, izgalmasabb dolgokat kereső célcsoportjainkat is jobban szeretnénk megszólítani. És itt jön be az újrapozícionálás, ugyanis azok a fejlesztéseink, amelyeket tervezünk, azok mind ezt a célt szolgálják. A gyerekeknek szeretnénk élményeket adni, a családoknak szeretnénk olyan kikapcsolódási lehetőséget nyújtani, ahol együtt, az egész család együtt tud szórakozást találni, és ennek már az idejében is lesznek megnyilvánulásai. És ön félig megörökölt egyfajta fejlesztési programot, amit viszont önök átdolgoztak. Mi ennek a lényeg, ennek az átdolgozásnak, miért volt rá szükség? Azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy ma Magyarországon saját forrásokból, illetve hát hitel terhére, tehát az a lényeg, hogy visszanémtérítendő támogatás nélkül egy tulajdonosi kör, egy gazdasági társaság bele mer egyáltalán vágni egy 1,5 milliárdos nagyságrendű fejlesztésbe. Ez mindenképpen dicséretes dolog, és ahhoz kell az a stabil háttér, amit az elmúlt évtizedek megteremtettek, és kell az a stabil háttér, amit a Büki gyógyfürdő és Bükk városa emögé oda tud tenni. Az átdolgozásra azért volt szükség, mert volt néhány olyan eleme, ami éppen az újrapozícionálás miatt, az új vállalati stratégia miatt, az új értékesítési stratégia miatt egyszerűen nem fért bele a koncepcióba, vagy nem fér bele a fejlesztési tervnek a mostani fázisába.
hanem egy későbbi időpontban kerül megvalósításra. A fejlesztési pénzeket, a hitelkeretet gyakorlatilag, azt csak olyan beruházásokra fogjuk fordítani, amelyeket attrakciót növelnek, vagy vendégkényelmet, a vendégkomfortot szolgálják. És így fogjuk megerősíteni egyébként magát a fürdőnek a több szolgáltatási szegmensét is, és összességében egyébként a fejlesztési tervnek csak minimális olyan eleme van, ami teljesen kiesik, vagy más céllal fog megvalósulni. Azzal szeretnénk kezdeni, hogy építünk egy új, markáns főbejáratot, aminek a tervei egyébként már rendelkezésre állnak, tehát ezeket nem én találtam ki, ez a tervdokumentáció már megvan, engedéllyel is rendelkezik, és kiválóan kapcsolódik a Büki főtér, az úgynevezett gyógyhelyes pályázatból megvalósítandó főtér tengelyéhez, tehát azok a térkapcsolatok abszolút adottak lesznek. És talán a legnagyobb dobás az mégiscsak az lesz, hogy a fedett fürdőben, ahol a 4x1-es és a 4x2-es medence is van, illetve a két kis gyógymedence, ami azt gondolom, hogy bőven-bőven a Büki gyógyfürdő egyik nagyon markáns eleme, a legnagyobb medencetere gyakorlatilag a gyógyfürdőnek, de ez is megérett már az újragondolásra. A vízfelületek, a medencék megmaradnak, a csodálatos Büki gyógyvíz megmarad, viszont a burkolatok, a padlóburkolatok, a fogasrendszerek, a pihenőágyak, a mennyezet, a világítás, az teljesen megújul, teljesen újra gyakorlatilag az előtte lévő átriummal, pihenőtérrel, egy hangulatra, egy színvilággal, egy minőséggel és magas minőséggel fog elkészülni. A gyógyfürdőnek a külső részeit illetően el kell mondani azt, hogy az ötös medence, a híres ötös medence gyakorlatilag teljesen új burkolatot fog kapni. Maguk a pad sorokat el kell fordítanunk, illetve újra kell rendeznünk a víz mozgás, a víz dinamika miatt, hiszen a jelenlegi betáplálási pontból nagyon nehezen jut el a víz a medence távolabbi pontjaira. A teljes beszélgetést megnézhetik közéleti magazinunkat követő turisztikai magazinunk után, vagy a www.riotvdunantul.hu oldalon. Szabadtéri kondipal készült Csepregen. A sportpályával szemben a játszótérrel helyeznek ki pályázati támogatásból 4 eszközt. Magyarország kormánya egy nemzeti szabadidős egészségpark programot indított, melynek célja, hogy olyan közösségi terek jöjjenek létre, ahol kortól, nemtől függetlenül aktívan lehet eltölteni a szabadidőt. A sportpark szabadtéren kihelyezett eszközökből áll, melyen saját testsúllyal végezheti el bárki a testedzést. Ez könnyen hozzáférhető és ingyenesen használható. A kicsiktől a nagyokig, a fiataloktól az idősekig minden korosztály használhatja. Csepregváros önkormányzata is élt ezzel a lehetőséggel olyannyira, hogy írt egy pályázatot azért, hogy Csepregen is megvalósulhasson itt a játszótéren egy ilyen sportpark. Szerencsére a pályázatunk nyertes lett, és így a nyertes pályázatnak köszönhetően egy 40 négyzetméteres terület lesz sportparkként kialakítva. Ez egy gumiborítású felületet jelent, ahol 5 új eszköz kerül felállításra. Így a parkban lehetőség lesz has és hátizom gyakorlatokra, húzóckodásra, tolóckodásra, illetve fekvőtámasz végzésére. Ezek az emberi test ősúlyával használatba vehető eszközök lesznek. Az elmúlt időszakban látható volt, hogy a játszótér nagyon szépen megújult a régihez képest. Ezt a játszótéri felújítást, megújulást tervezzük a továbbiakban is. Ez a sportpark ennek a második üteme lesz. Tervezzük továbbá egy harmadik ütem megépítését is itt a parkban. Akkor egy új fitness eszközök felállítására kerül majd sor, illetve egy úgynevezett Kneipp Park, egy mezítlábas sétaút megépítését, kivitelezését is szeretnénk megvalósítani. Ezekre még a pályázati forrást keresi az önkormányzat, de a terveink elkészültek. Mind a
játszótér, mind a sportpark és a későbbi fitness park egy úgynevezett zöld város programnak a szerves része. Ez a program nem csak a játszótér parkjának felújítását foglalja magába, hanem Csepregváros több közterületének, több parkjának a megújulását is. Többek között itt velünk szemben a Malomkert is két ütemben fog megújulni, illetve két másik parkunk, az egyik az Árdával szemben a Kossuth utcai park, a harmadik pedig az Attila utcai park a temető közelében. Ezekre a terveink, elképzeléseink megvannak, szintén a pályázati forrást keresi rá az önkormányzat. Ezeknek a parkoknak a célja, kivitelezése az, hogy a csepregi lakosok szabadidejüket szabadtéren, jó levegőn együtt eltölthessék, és hogy tudjuk növelni a jó közérzetét a lakosságnak. Itt elő van már készítve a terület, tudjuk, hogy 40 négyzetméter. Hány eszköz lesz, és milyen forrásból, milyen pályázati intenzitással valósul meg? 5 új sporteszköz kerül elhelyezésre. Csepregvárosnak az volt a feladata, hogy a helyet, a helyszínt jelölje ki, területet rendezzel és akadálymentesítse, ezért is került ide a parknak erre a részére. Egyébként nem a város kivitelezésében készül el, mivel a pályázat úgy volt kiírva, hogy már egy meghatározott cég, aki ezzel foglalkozik, ilyen sportezközök kivitelezésével, építésével, ő fogja ezt megépíteni tőlünk függetlenül. Tehát akkor igazából így a pénz sem az önkormányzaton keresztül folyik át, vagy nem folyik át az önkormányzaton keresztül a pénz, hanem közvetlenül a pályázat kiírója fizet. Mi a megvalósítási ütemterv erre, illetve a további lépésekre? Hát ez nagyon hamar, a közeljövőben meg fog valósulni. Én úgy gondolom, hogy néhány hónapon belül ez kivitelezésre kerül, hiszen már ki kellett jelölnünk a területet, és meg kellett határozni, hogy ne legyen vízenyős, ne legyen lejtős, hanem teljesen vízszintes és sík. Hát a többi az még a közeljövő. Nagyelőre tervek elkészültek, pályázat kiírását várja az önkormányzat, hogy be tudja nyújtani egyből a kész terveket. Vas megye közgyűlésének Pável Ágoston emlékplakettjét kapta március 15-én Horváth Gyuláné, a csepregi Farkas Sándor egylet, most már tiszteletbeli elnöke. A Farkas Sándor egylet egy kis ünnepséggel köszöntötte volt vezetőjét saját termükben március 29-én este. Vas megye közgyűlése 1990-től minden évben Pável Ágoston emlékplakettet adományoz a megyében dolgozó, kimagasló szakmai munkát végző és jelentős eredményeket elérő személyeknek. 2017-ben az egyik kitüntetett Horváth Gyuláné nyugalmazott óvónő lett. A díjat március 15-én Vasváron adták át, bár Éva néni nem tudott részt venni az eseményen. Az egylet saját termében ünnepelte a most már tiszteletbeli vezetőjét, melyen Sági Ferenc köszöntötte a résztvevőket, és foglalta össze Éva néni hosszú éveken át tartó tevékenységét. 1993-ban alapító tagja volt a csepregi hagyományok felkutatására és felelevenítésére vállalkozó Farkas Sándor egyletnek. 1994. decemberétől az Egyesület titkáraként, majd 2000 és 2016 között az Egyesület elnökeként tevékenykedett. 2016-tól az Egyesület tiszteletbeli elnöke. Irányításával az egylet néphagyományokkal foglalkozó könyveket adott ki, például Sudár Lászlóné, Témolnár Zsuzsanna, Balladák, Balladás dalok a Répcevidékről, Balogh Jánosné, Horváth Terézia, a Pünkösdi király Csepregen és Jókainál című írásokat. Tovább éltette a hagyományos rendezvényeket, a dalos délutánt és a pünkösdi lófuttatást. Helyi hagyományt élesztett fel 2003-ban a Citera zenekar létrehozásával és vezetésével. Igényességük és a rendszeres próbák meghozták az eredményt. Elismerést szereztek, ahol megfordultak. Kitartó munkával kialakította a Farkas Sándor egylet színjátszó csoportját. Ezzel visszahozta a település életébe a hajdani legény egylet, Mária kongregáció és a csepregi iparoskör által fémjelzett színjátszó hagyományt. Évente 3-4 hagyományőrző nagy rendezvényt tartottak a településen, és több más programon is közreműködtek.
A helyi fellépések mellett rendszeresen vendégszerepeltek Vas megyei és Nyugat-Dunántúli településeken. Vezető óvónőként is szem előtt tartotta testülete nevelő munkájában a helyi hagyományok megőrzését. 1981 és 2005 között a Csepregi Napközi Otthonos óvoda vezetője volt. Munkatársai elfogadták a vezetésével készült néphagyományőrző helyi nevelési programot. Ebben kiemelt szerepet kapott a hagyományok ápolása. Ennek megvalósításáról tanulmányt is készített 2005-ben, mely megjelent a Honismeret című folyóiratban, majd 2010-ben a hagyományátadás módszertani segédanyagban is. A Farkas Sándor Egyleten kívül meghatározó tagja volt a Csepregi Vegyeskar Egyesületnek és a Csepregi Borbalát Hölgyek Egyesületének. Köztisztelet övezi szülővárosában. Ez ideig munkájáért 2009-ben a Dr. Kis Gyula Kulturális Egyesület közösségi kultúráért elismerő oklevelét kapta Szombathelyen. A kitüntetési javaslat indoklása szerint Horváth Gyuláné Csepreg nagyközségben, majd 1995-től Csepreg városban több évtizeden keresztül eredményes szakmai és kulturális hagyományőrző munkát végzett. 2010-ben örökségünkért érmet kapott a Falvak Kultúrájáért Alapítványtól. Az általa vezetett egyesület közösségének segítségével felszínre kerülhettek azon hagyományaink, amelyek elődeink életében voltak jellemzők. A múltbéli örökségünk megismerése és utódainknak átadása nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy kulturális értékeink a következő évszázadokra is átörökíthetők legyenek. Éva néni ezen örökség átadásában játszik ma is nagy szerepet a településen. A köszöntő után az egylet is megajándékozta Éva nénit, aki meghatódva köszönte meg, és mondta el, hogy ezt a kitüntetést nem magáénak, hanem az egyletének érzi. Sági Ferenc szavai után Sudár Lászlóné Arany János epilógus című költeményével köszöntötte Éva nénit. Előkerült egy régi kristálykehe is, melyet 2009-ben a Magyar Kultúra napján kaptak, és Zsuzsa néni javasolta, hogy tegyék az egylet erekjéi közé. Heisler Ákos megköszönte azt a sok jót, amit tanulhatott az egyletben Éva nénitől és férjétől Gyula bácsitól. Elmondta, hogy azért tudják most tovább vinni az egyletet, mert olyan éveket éltek meg együtt, ami arra ösztökéli a tagokat, hogy nem szabad veszni hagyni ezeket az örökségeket. Ezt követően kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este. Emlékezés. Ezt a címet viselte az a kétnapos kőszegi rendezvény, melyet a Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház rendezett közösen a kőszegi zsidóhit községgel együtt. Múlt hét csütörtökén előadásokkal, pénteken koszorúzással emlékeztek a II. Világháborúban mártírhalált szenvedett munkaszolgálatosokra. Az egykori téglagyári munkatáborban mártírhalált szenvedett munkaszolgálatosok emlékhelyének koszorúzására gyűltek össze a város lakói múlt hét péntek délelőtt. A megemlékezésen elsőként Nyúl Dorina, a Jurisics Miklós gimnázium diákja szavalta el Radnóti Miklós Töredék című versét. Majd Ák Péter országgyűlési képviselő mondta el gondolatait, és idézett a 2015-ben megjelent Végjáték a határon című könyvből. Középiskolás voltam, mikor leállt a tanítás. Minket, diákokat is munkaszolgálatra köteleztek. Közel laktunk a városi téglagyárhoz, így megtudtam, hogy munkásokat vesznek fel dolgozni. A téglagyártás ekkor azonban már leállt. Jelentkeztem és felvettek, kevés fizetést is kaptam. Vasúton hadi szállítmányok jöttek, és ezeket kellett kiraknunk a szárító színekbe. A főnökünk egy német főhadnagy volt. A téglaégető kemencébe elszállásoltak 20-25 munkaszolgálatos katonát. Ők 20-30 év közöttiek voltak. Egy nő is volt köztük. Ő a férfiak ruháit varta. Zsidó származásúak voltak. Ez a csoport minden nap reggel a Guba hegyre ment fel és jött vissza. Az ő feladatuk volt a tömegsírok kiásása és a lovas kocsival kihordott halottak eltemetése. Három fogat hordta a halottakat a régi homokbánya melletti úton. Novemberben kezdődött a halottak szállítása. December közepétől sokat fordultak a lovas kocsik.
A halottakat ruhátlanul szórták fel a kocsikra. Kezük, lábuk rengett a rázkódástól. A halottakat Kőszegfalváról és a Ceketéglagyárból hozták. Március 24-ig tartott mindez, ekkor a németek itt hagytak minket, és gépkocsin elmenekültek Ausztria felé. Márkus Sándor, szombathelyi hitközségi elnök megfogalmazása szerint sok vasmegyei zsidó számára Kőszeg jelentette a belépőt a tragikus világba. Hogy aztán a háború végén ezrek számára váljon a vidék és környéke örök sírhelyé. A háború után, már 1945-ben Gyöngyös Endre polgármester is szomorú szívvel hívta fel a város polgárainak figyelmét arra, hogy hite miatt több ezer ember töltek meg itt. Mi pedig most itt állunk 72 év után, és nem engedjük, hogy a felejtés fájtla boruljon az akkori bűnökre. Több mint 7 évtized azonban nagy idő. Mi mai ésszel fel sem tudjuk fogni, milyen szörnyű évek pusztítottak Európában a II. Világháború alatt. De mégis közben a szörnyűségek közepette is az áldozatok igyekeztek megőrizni a gerincüket, a tartásukat. A végsőkig, az utolsó pillanatig. Adi szavaival élve, embernek kellett maradni az embertelenségben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor, amikor a II. Világháború és a holokauszt egy-egy helyszínén emlékezünk, mindig fejet kell hajtanunk előttük, az ártatlanok előtt, akiknek sorsa máshogy kellett volna, hogy alakuljon. Ilyen emberekre emlékezünk a mai napon. Ők ma mindahányan hiányoznak nekünk. Ha mindig úgy szeretné az ember fel a barátját, mint önmagát, akkor meg tudnánk őrizni a békét. A békét, hiszen ez ad arra lehetőséget, hogy tisztességesen fel tudjuk nevelni a gyermekeinket, lássuk az unokáinkat, és meg tudjuk valósítani az álmainkat. Úgy, ahogy ők, az áldozatok is szerették volna. Nekünk adott a lehetőség. Ne herdáljuk el! Ezt követően Harrer Péter mondta el a halott témát, majd megkoszorúzták az emlékhelyet. A Büki Művelődési Ház színházterme adott otthont a hétvégén a vasútmodell kiállításnak, mely kicsiknek és nagyoknak önfelett kikapcsolódást nyújtott. A Szombathelyi Vasútmodellező Klub 1993. áprilisában alakult. Céljuk a környék vasútmodellező életének felpezsdítése, valamint hogy a helyi modellezők egymásra találhassanak. Tagságuk létszáma azóta folyamatosan változik. Ez az egyesület igaz, hogy 2009-ben alakult, de maga az jelölete az 1993-ra nyúlik vissza. Akkor egy kis hatfős, néhány főből álló közösséggel alakult meg ennek a úgymond egyesületnek az előélete. 93-ban decemberben rendeztünk egy kiállítást. Nem közös munkából állt az a kiállítás nyilvánvaló, mert közös munka akkor még nem volt, hanem mindenki hozta otthonról, amilyen volt, meg a kapcsolatrendszerén keresztül, amit be tudott szerezni, és a 93. decemberi kiállításunk után megindult ez a kis vasútmodellező élet. Nagyon sokan csatlakoztak, hát a hat főhöz képest sokan csatlakoztak hozzánk. Jelen pillanatban is vannak olyan klubtagjaink, akik akkor csatlakoztak, akkor a 10 évesekből, most ugye 31 éves fiatalok vannak itt közöttünk, akik tovább viszik ezt a, vagy képviselik ezt a vonalat. Az élet minden területéről mondhatnám, hogy jöttünk, tehát nem kötődik ez a vasúthoz, ez a vasút szeretetéhez kötődik. Aztán, hogy éppen vasútos vagyok, az élet valamilyen más területéről jöttem, annak itt gyakorlatilag semmi különös jelentősége nincsen. Az egész színháztermet felölelő terepasztalok egy kis időutazásra is invitálták a látogatókat. A kezdeti években több kisebb terepasztalt építettek, de átértek egy több elemből álló összeilleszthető rendszerre. A modulrendszerű terepasztalt 1998-tól folyamatosan építik, jelenleg 25 elemből áll. A kiállításra a vasútmodellezés kezdetétől napjainkig hoztak vasúti szerelvényeket. A kiállításon az asztal egy kétvágányú villamosított fővonalat mutat be. Az asztal egy pontján szabványos modellvégződést alakítottak ki, így más magyar, akár külföldi klubokkal is össze tudják kapcsolni a rendszert.
Most, ami a kiállításon van, az két különálló rendszer. Az egyik rendszerünk az, ami ugye 98-ban indult el, ez egy automata rendszer. A táj az jelleget ábrázol. Megkérdeztem, mi az, hogy tájjelleg, mert már ilyet hallottad, de tájjelleget én nem. Az nálam azt jelenti, hogy alpesi tájat ábrázolunk, de nincsen konkrét hely, amire azt mondanám, hogy ez most hol található meg, de ilyet bárhol lehetne az alpesi világban, csak nem tudom meghatározni a helyét. A hídunk erre nagyon jó példa, ez a Völgyhíd, mert az is egy svájci híd alapján készült, tehát a boltívek, az oszlopok formája az aszerint készült, de az egy egyvágányú és ívbe van. Ez kétvágányú meg egyenes, tehát arra nem mondhatom, hogy ez a svájci híd. Ráadásul a díszítése egy skót hídról lett levéve, tehát akkor már bukott a mutatvány. A táj, ami meg hozzákapcsolódik, az meg egy olasz útikönyvből lett kivéve. És akkor így végül is a maga a jelleg, mert mindegyik arról szólt, arról a vidékről szólt, ezt most összemostuk ezt a három helyet. És jó, mondjuk a skót az mondjuk nem az annyira az alpesi világ, de a másik kettő az igen. A sziklásvidék, az alagutak, a gyorsfolyású hegyi patak, a hozzátartozó híddal, a támfalakkal. Van a másik, az egy új irányvonal. Azt mi 2009-ben kezdtük el építeni. Az már konkrét, az már kőszegállomás. Azt szoktam mondani, az nem azért kőszegállomás, mert úgy hívjuk, hanem azért, mert ez az. Ez onnan készült. Helyszínbejárással, sok helyszínbejárással, az épületek azok lelettek méricskélve, be is kellett kéretőznünk a családi házhoz, mert most családok lakják a valamikori bakterházakat, tehát most ők élnek benne, be kellett mennünk, mert nem tudtuk volna lemérni az épületet. Ugye a fotó alapján meg azért annyira egyértelműen nem jöttek volna ki a méretek, elbeszélgettünk, fölépültek kapcsolatok ezáltal, le is döbbentek, hogy olyan furcsa, hogy még ilyen is van, hogy pont ezt az épületet akarjuk mi elkészíteni. Ők nem értették a folyamatot, de nem is kellett érteniük, elég volt nekünk az engedély. Tehát az egy valós kép. Hozzáépítettünk olyan nyílt vonali elemeket, sajnos most azok nincsenek itt, mert a helyi hiány miatt nem tudtuk elhozni, amik megint csak a kőszegi vonalról készültek. És akkor ezek szépen most építünk egy ipartelepet. Szinte minden gyerek álmodott már saját villanyvasútról. Sokan a mai napig sem nőtték ki ezt a vonzódásukat. Bár manasság egyre kevesebben vásárolnak vasutat. Más világ van, mások a lehetőségek. Ugye ez a virtuális világ, az internet világon keresztül bármit elérhettek, könnyen mindenféle erőlködés, hátradőlök lábam föltéve az asztalra, vagy akárhova, és akkor elböködök ott. Tehát ez már másabb, a fejek is másabbak. Már az általános iskolában már rosszul épülnek fel a történetek, mert már ott így működik. És ott a kézimunkás dolgokra már nem jut úgy idő. Arról nem is beszélve, hogy van egy megfelelősi kényszer, tehát annyi minden teher nehezedik ezekre a gyerekekre, iskolai terhekre gondolok, meg a ilyen, olyan szakkörökbe vagy, mit tudom, hova kell járnom, vagy korepetálásokra kell járnom, vagy mit nem hova kell járnom, rengeteg helyre kell járni ezeknek a gyerekeknek. Nem úszni, akkor táncolni, ha nem oda, akkor nyelvet tanulni, vagy valahova, de hogy járni kell, van az 7 cent. És ugye jön megint a hely, a nincs pénz, így közelítik meg. Na most még ide is, hát nem, ez nem fér bele. De a szeretete megvan ám, az álomvilág az megvan, csak sajnos föl vannak építve a korlátok. Kőkemény falakkal körbe van ez véve, és nincs ebből kimozdulás. És akkor itt ők szépen kielégítik ezt az igényt, kicsit elámodozgatnak még róla, még beszélgetnek vele kicsit, és aztán szépen visszatér minden a megszokott kerékvágásba. Ezért lehet itt sűrűn rendezni kiállítást, mert aztán újra jönnek, mert ez az álomvilágot újra föl kell éleszteni. A kiállítók a kisebb gyerekekre is gondoltak. Számukra egy játszósarkot építettek ki, természetesen vonatokkal. Lomtalanítás lesz Bükön. A Parkom Kft. Az elmúlt évekhez hasonlóan térítésmentesen szállítja el a feleslegessé vált holmikat. Veszélyes hulladékot, fanyesedéket és építési törmeléket nem viszik majd el. Április 3-án Felső Bükön, április 4-én Közép- és Alsó-Bükön, április 5-én Bükkfürdő területéről viszik el a lomokat.
közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb jövő héten pénteken este 7 órakor jelentkezünk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Műsorunkat megnézhetik interneten is, a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!